A Fény útja címmel nyílt fotókiállítás Pécsett a Művészetek és Irodalom házában. A tárlaton roma fiatalok alkotásai láthatóak, valamennyien a Gandhi Fotóklub tagjai. Európa egyetlen roma nemzetiségű gimnáziumában 2019 óta működik a Gandhi Fotóklub. Az indulásnál az volt a cél, hogy a fényképezés iránt fogékony fiatalok megfelelő irányítás mellett képezhessék magukat. Egy cigány nemzetiségű gimnáziumnak jutott eszébe, hogy legyen egy olyan vizuális klub, ami eddig sehol nem volt, és egy olyan jellegű dolgot értettek meg, hogy elhitték nekem azt, hogy a 21-22-23. Században a kreatív vizualitás fogja átvenni a szerepet. A Fény útja elnevezésű kiállítás már a sokadik olyan tárlat, melyen az intézmény tanulói mutatkoznak be. Én régebben szerettem nagyon rajzolni, meg más művészeteket is szerettem, és így... A fotózásban is megtaláltam. Kunos Viktória mellett Balog András Milán is a kiállítók között van. Mindketten azt mondják, amellett, hogy hobbiuk a fényképezés, sokat tanultak a klub vezetőjétől, Marsalkó Pétertől, aki amellett, hogy fotóművész, kiválóan ért a nyelvükön. Közel 5 éve kezdődött, amikor 3 barátom mondta nekem, hogy létezik a fotóklub, és hogy Petya bá milyen vicces, és akkor úgy gondoltam, hogy jó, egy próbát megér, amúgy is érdekel a fotózás, de nyilván nem ilyen szinten műveltem, mint most. És kipróbáltam, és Petya bá tényleg olyan vicces volt, ahogy elmondták, és megfogott az egész. A fotózásban az érdekel engem, hogy az embereknek egy kis színt figyek az életükbe, egy kis mosolyt, elgondolkozzanak egy-két képemen. Én szeretem megcsavarni, megszerkezgetni a képeimet, de szerintem látható is. Hogyha tudatosan indulok, hogy valamit leszeretnék fotózni, az általában nagyon rosszul sikerül szerintem. De hogyha spontán jön valami, akkor azokat a pillanatokat nagyon el tudom csípni. Marsalkó azt mondja, roma diákokhoz egészen más módon kell közelíteni. Az elképzeléseimet, amit én gondoltam, hogy mint tanítok, mint általában tanít az ember, azt át kellett valahogy dolgoznom, mert cigány gyerekekről volt szó, más érzelmű, más értékekkel rendelkező emberekről volt szó. Tehát rá kellett jönnöm, hogy nem Marsalkó kellett megtanítanom fotografálni őket, hanem nekem kellett megtanítani magamat cigányul gondolkodni. Aki a roma művészetet megérti, annak könnyebb a kultúrájukhoz hozzáférni, véli a klub vezetője. Ahogy zenélnek, úgy látják. Tehát ez egy rendkívül tehetséges nemzetiség, mondhatnám, hogy annál is tehetségesebb. Én hiszek abban, és a bennem levő hit az volt mindig, hogy az össznemzeti fotoművészet kultúrájában a cigány vizualitás és a cigány fotográfiának is helye van. Ezt a szakmát úgy hívják, hogy fény, kép, ész. Tehát nekem a fényre kellett őket megtanítani. Tehát meg kellett tanítanom nekik, hogy a fény az mekkora érték, és a fénynek a kezelése, tudása, kezelési, szellemi, kreatív kezelése adja meg a képzőművészetet, a fotoművészetet. Nem egy egyszerű dolog. Viktória és András Milán az elsők a klub diákjai közül, akik a fényképezésben látják a jövőjüket. Mindketten a Kaposvári Egyetem fotográfia szakán szeretnének tovább tanulni. Én csak letettem most egy követ, egy magot elültettem, amiből lett ez a két nagyon tehetséges diák, akiket remélem, hogy tovább lehet vinni a Kaposvári Fotóegyetemre, és ez igazából egy olyan jövőképet ad, aminek a jövőképét nem csak város szinten, hanem országos szinten is elkezdik majd valahogyan átdolgozni és átgondolni. A kiállítás június 16-áig tekinthető meg Pécsett a Művészetek és Irodalom házában.